Üdvözlöm Önöket! Milyen kapcsolatban állt Gina Lollobrigida és Fidel Castro? Ez és még sok más érdekesség is kiderül a Gina és Fidel című drámából, melynek rendezője Posgai Zsolt, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervus Zsolt! Jó kívánom! Kezdjük a legizgalmasabbal. Milyen kapcsolat volt Gina és Fidel Castro között? Egy rendkívül rövid ideig tartó találkozásból egy nagyon hosszú ideig tartó baráti kapcsolat, amely mindegyikünk életében egyébként előfordul. Van olyan, hogy találkozunk olyan emberrel, akivel lehet, hogy csak pár percig, pár napig, pár, pár, hétig voltunk együtt, és mégis úgy érezzük, hogy egész életünkben elkísér. Ez egy ilyen, tehát ez nem egy bulvár kapcsolatról szól, ez nem egy szerelem, nem egy szexuális történet, nem egy szexuális vonzódás. Itt egyszerűen valahogy ráhangolódott két tökéletesen más világban élő ember egyszer csak egymásra, és ez onnan mérhető le, hogy mind a két ember Fidel Castro halála előtt lenyilatkozta, hogy élete egyik legemlékezetesebb találkozása ez, és Gina Lollobrigida is pontosan szinte ugyanakkor a visszaemlékezéseiben ezt tartotta a legfontosabb találkozásnak. Itt van róluk ez a kép, ugye Gina Loro Bridget egy interjút készített Fidel Castroval, és körülbelül két hetes volt ez a, ez a találkozás. Amikor te megírtad ezt a darabot, mennyire kellett kitölteni fantáziával? Volt bármi dokumentum, ami a segítségedre volt, hogy mi hangzott, vagy mi hangozhatott ott el? Egyrészt a művésznő akkor fölhagyott a színészettel, és ö, úgymond televíziós szerkesztő riporternek állt a ami azt jelenti, hogy világhírű emberekkel szeretett volna interjúkat készíteni, és ö, valóban Jeftusenkóval, például a költővel, és utána Fidel Castroval, aztán ezt abba hagyta, mert ez az anyag, amit készített Fidel Castroval, ez nem került adásba, sőt el is ö, ö, tűnt. Hát a örökre letörölték ebből az egészből, mert az akkori Fidel képhez nem illett, az akkori nyugati Fidel képhez ez, a, ez az interjú. Úgyhogy igazából maga az interjú nem lett meg, de az alap sem erről szól, ott mindig arról vannak a jelentek, hogy interjú előtt van egy beszélgetés velük köztük arról, hogy mit, mi fog majd történni, és nyilván ekkor alakul a kapcsolatuk. Mennyire ismerjük meg a te darabodban ezt a két embert, a magánéletét, a személyiségét és ezt a korszakot? Rendkívül érdekes és szép korszak, és ezért is próbáltam ennek emléket állítani, hiszen 74-ben vagyunk, amikor Olaszországban és ugye Nyugat-Európában egy olyan fajta béke és jólét van, ami kedvez a művészeteknek, kedvez a politikának, a kultúrának, nagyon sok mindennek, a gazdaságnak, a tudományoknak, egy olyan fajta felvirágzás van, ami, ami rendkívül pozitív, és ugyanakkor van egy másik része a világnak, Kuba, ami nem keverendő össze a, a, a romániai, a csehszlovák, a, az NDK-s kommunista velezkedésű államokkal, hiszen Kubában 74-ben, ne felejtsük el, egy rendkívül totalitárius diktatúra és emberírtás után jött pár 28 éves fiatalember, és csinált egy forradalmat egy bizonyos Batista nevű diktátor ellen. Egy egész nép támogatásával. Tehát ez nem keverendő össze egy Csáúcsászkú féle Romániával. Itt egy forradalmi helyzetről van szó, ami később lehet, hogy ide-oda hajlott el, de ez részünkről lényegtelen is. Az, ami ott volt, egy friss forradalmi után hangulatban levő ország, rendkívül izgalmas vezetője és egy világhírű színésznő, akik két tökéletesen más kultúrából jöttek. És ez a találkozás érdekelt engem, meg az, hogy azt a két pórusú világot, ami akkor volt, valahogy megpróbáljam bemutatni. Nem kevés tanulsággal, hiszen például Fidel Castro, hogy hogyan készültem föl, hát Fidel Castroról, hála Isten, rengeteg, rengeteg könyv és interjúkötet megjelent magyarul az előző rendszerben, és én akkor nőttem fel. Lolo Brigida-val pedig, hát, mint mondtam, találkoztam. Tehát igazából, sőt, láttam a képet, és tőle is tudtam erről az egészről, de ez nem dokumentumjáték. Tehát nem, nem az érdekel, hogy most az ő kapcsolatukat boncogasson, hanem az, hogy a néző azt mondja, hogy az én életemben is van ilyen van ilyen találkozás, van ilyen helyzet, van ilyen ember. Itt a két főszereplő a, a, képen, hogyan sikerült kiválasztani, hogy ki legyen a főszereplő, mert azért nagyon karakteres és nagyon meghatározó személyiségekről van szó, volt casting, vagy már a fejedben élt a kép, hogy kell szeretnéd látni ezt a darabot? Hát én a casting fogalmát nem ismerem, mert annyi jó barátom van a szénszeg közt, hogy igazából nem is fogok a végére érni, hogy szerepeket adhassak nekik. Tehát Fésűs Nellivel az utóbbi időben többször dolgoztam együtt, az experience is és máshol is, és rendkívüli színésznőnek tartom, aki aztán hozta is ezt a bizalmat rendesen most a bemutatón. A, a gond az inkább Fidel Castro, hiszen kell ide egy 48 éves, ugyan Ellinél legalább egy fejjel magasabb, robusztus, furcsa, erős olyan ember, aki után úgy mennek. A népek, ha megszólal. Tehát ez, annak idején nagyon sok ember találkozott vele Magyarországon, Fidel Castroval, és azt mondta, hogy két mondata után elindult utána. Tehát valami olyan vonzású férfi kell, akinek pont a találkozásuk azért érdekes, mert ez túlmegy egy, egy, egy valamiféle szerelmi fellángoláson, vagy bármi ilyenen, hanem valóban két olyan a szeretetnek és a barátságnak a hiányát érző ember, de találkozik, akik most kinyílnak egyszer csak egymás felé, teljesen váratlan módon. És egészen biztos, hogy ez így volt. És ezt én nagyon szerettem. Milyen volt a próba folyamat? Kellett, hogy megszülessen ez a fajta bizalom, kémia, szellemi kötődés, amiről most beszélsz? Vagy elég, hogyha, hogyha a rendező vezeti pontosan a színészt, hogy mikor mi történik ebben a két emberben? Furcsa, mert ugye Fréjusnál gyakorló színpadi színész, Áppal Attila nem mert ő inkább filmes vonalon dolgozik. Ugyan a karinti színházban egy nagy siker van a hátam mögött, ami prózai darabot jelent, de ez a második olyan szerepe, sőt az első igazán nagy szerepe, ami színpadon van. Hát ez bizonyos fajta technikai ö, tanulási időszakot azért feltételezett, de inkább a személyisége kellett nekem. És azon elgondolkodtam, én dolgoztam, most forgattam már Attilával egy tévéfilmben egyébként most tavasszal, mert jól ismertük egymást, azon gondolkodtam, hogy ki lehet más? Térteken körülnéztem a magyar színházi palettán, és azt láttam, hogy ez a korosztályból ilyenfajta legendásan férfias, a nők számára is vonzó, ugyanakkor egy, egy izgalmas karakter, hát viszonylag kevés van. Nagyon jó színészeink vannak, fél és nehézség, csak ez a fajta színész, robosztus színész, hiányzik egy kicsit. Tegnap megvolt a premier, nagyon nagy sikerrel, ahogy olvastam, legközelebb mikor és hol láthatjuk ezt az előadást? Ez a Marcibányi téri művelési központ előadása, de annak két helye van a Krébelsberg kultúrkúria, és felváltva játszák itt is, és ott is egy bérletes előadásban, hiszen ez egy színházként működő létesítmény. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm én. Mára búcsúzunk, de holnap a szokott időben várjuk Önöket viszontlátásra. Yeah. Good.